Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. 25. alkalommal rendezte meg, ezúttal Sárváron, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége a Gyúrós Tibor emlékestet, amelynek keretében átadták azokat a díjakat, amelyeket az IVS, Laufer Tamás és csapata díjazza azokat a vállalkozásokat, akik nagyon sokat tesznek hazánkban a digitalizációért. Laufer Tamás úgy fogalmazott, ma azok a cégek sikeresek, akik keresik a változást, célokkal, víziókkal rendelkeznek. Nos, kiderült, hogy tekintve, hogy Székesfehérvár az Alma Innovár digitális élményközponttal 2017-ben egy olyan újdonságot hozott, hogy teljes joggal kapta meg az év digitális oktatás nagykövete címet, ezt a rangos elismerést Cserpakovics András polgármester. Kérem, nézzük meg ezt a beszélgetést, illetve a történéseket Sárváron. Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége a 400-ados jubileumát ünneplő ment a konferencia keretében immár 20. alkalommal adta át a Gyúrós Tibor díjakat. A legnagyobb ágazati szövetség minden évben 4 kategóriában díjazza a digitális gazdaság és az oktatás legjobbjait. Ez évben a rangos szakmai grémium döntése alapján az év digitális oktatás nagykövete elismerést Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere vehette át. Ismét sikerült bizonyítani, hogy van lehetőség összehangolni egy 1000 éves kultúrát, egy hagyományrendszert, értékeket, és a modern világot, a digitalizációt, a digitális világot egymással. Ezek nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő folyamatok is tudnak lenni. Azt gondolom, hogy ennek egy szép jele most ez az elismerés és ez a díj, és valóban ez a díj, bár most személyesen én vehettem át, de azt gondolom, hogy Székesfehérvárnak szól, és minden olyan szereplőjének, városunknak, minden tagjának a közösségnek, aki tett valamit azért, amit mi Alba Innovárként létrehoztunk és amit működtetünk. Ebbe beletartoznak azt gondolom azok a szakemberek, akik az IVS részéről az informatikai, digitalizációs szakmai tartalmat kidolgozták, folyamatosan végzik a most már több mint 5000 diáknak a képzését, a felnőtt képzéseken vesznek részt, a nyári táborokat, a tehetséggondozást végzik. Én úgy gondolom, hogy nekik nagy köszönet azoknak a gazdasági szereplőknek, akik a dolog mellé álltak, akik segítik az alapítványt, a várost ebben az együttműködésben, és ugyanennek az egésznek a nagy részét az önkormányzat finanszírozta. De hát az önkormányzat a gazdasági szereplők adójából tudta ezt finanszírozni, és az ott dolgozók munkájának köszönhetjük ezt az adóbevételt. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy rengetegen tettek azért közvetett vagy közvetlen formába, hogy az Alba Innovár létrejöjjön, és hogy ennek volt értelme, azt gondolom, hogy elsősorban pont a több mint 5000 diák, az 5000 fiatal bevonása jellemzi, és az, hogy ez eljutott máshova, az pedig azt gondolom, hogy most ez a nagyköveti cím, amit én vehettem át, de azt gondolom, hogy Székesfehérvár mától a digitális oktatás, a digitális nagykövete. Az Alba Innovár digitális élményközpont létrehozása mérföldkő volt hazánkban, és én azt gondolom, hogy egy remek példa arra, hogy a Modern Városok program keretében akár mások is kövessék Székesfehérvár példáját. Igen, és ezt kezdeményeztük is a kormányzatnál, a minisztériumoknál, hogy az Alba Innovár mögött most már ott van egy másfél év, nagyon sok tapasztalattal, nagyon sok szakmai tudással, nagyon sok tapasztalattal a diákok, a fiatalok részéről, vagy a felnőtt képzésben mondjuk éppen a felnőttek részéről, tanárok részéről, hogy érdemes talán ezt első körben az összes megyei jogúvárosban, aztán pedig kisebb településeken is megvalósítani. Nem egy olcsó központ ez, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt mindenki megteheti. Nyilván nekünk erős gazdaságunk van, és szeretnénk, hogy erős gazdaságunk legyen 10-15 év múlva is, ezért fektettünk ebbe bele. De akinek nincs erre lehetőség, az pedig reményeim szerint állami vagy pályázati forrásból hozzá fog tudni jutni ahhoz, hogy az ottani gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is rendelkezésre álljon egy ilyen központ. Lehet akármi a véleményünk a digitalizációról. Jó, lehet erről beszélgetni esténként asztaltársaságoknak. Nagyon sok kérdést és kérdőjelet is felvett természetesen, de az ténykérdés, hogy különösen a mai fiatalok ebbe fognak belenőni, és ez lesz az ő életterük, amiben ő nekik boldog felnőtt életet kell majd kialakítani. Elképzelhetetlen a digitalizációs tudás nélkül, az pedig a mi felelősségünk, hogy ezt a tudást és ezt a hozzáállást megkapják, de ennek előnyeivel és kockázataival egyaránt. Mindenképpen fontos, amit mondott polgármester úr, ugyanakkor ne feledjük, hogy az egyetemi szintű informatikai oktatás már jó úton jár, de akkor lehet ez eredményes a későbbiekben, ha az általános iskolákban, illetve a középiskolákban is elterjed. Ebben az értelemben Székesfehérvár szerepe megkérdőjelezhetetlen, hiszen nálunk már Székesfehérváron elindult ez a folyamat.
Valóban így van, és ez a központ, az Alba Innovár, ez nem csak Magyarországon kuriózum, hanem a tudomásunk szerint közép-európai szinten és európai szinten sincs túl sok ilyen jellegű központ. Tehát nyugodtan mondhatjuk és kijelenthetjük, hogy azok az általános iskolai vagy középiskolás diákok, akik ebben a programban részt vesznek, olyan környezetben és olyan szakmai tartalommal kapják meg ezt a tudást, amivel abszolút versenyelőnyben vannak, nem csak a magyar, hanem az európai diákok jelentős részével szemben is. Mi ezt a versenyelőnyt szeretnénk a fiataljaink számára megtartani, mert még egyszer elmondva, hogy előnyökre és kockázatokra, veszélyekre egyaránt fölhívva a figyelmet. Ehhez kellenek a szakmai partnerek, kellenek a céges támogatók, hiszen szeretnénk tovább lépni, különösen a felnőtt oktatás tekintetében, hiszen kiemelten cél az, hogy a műszaki felsőoktatásban résztvevők ez a tudáshoz hozzájuthassanak, hogy a robotikával megismerkedhessenek mondjuk az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán, vagy éppen a Corvinus Székesfehérvári kampuszán, és a felnőtt képzéssel pedig a ma munkavállalóit is fölkészítsük arra, ami robbanásszerűen betört Székesfehérvár iparába is. A robot nem a jövő, a robot a jelen, és vele együtt kell tudnunk élni, nem elfelejtve, hogy fontos ennek a társadalmi hatásait is megvizsgálni, és részben pont ezért hoztuk létre az új kutatócéget, hogy az pedig vizsgálja, hogy ez milyen változásokat fog a közösségi életbe, a társadalmi életbe, a társadalmi normákba hozni, és hogyan kell a várost fölkészíteni erre a jövőre, amiről még egyszer lehet akármi a véleményünk, de be fog következni. Az a dolgunk, hogy fölkészítsük a várost, azon belül a felnőtteket és a fiatalokat is erre. Erről szól az Alba Innovár, és talán ezért kapta meg Székesfehérvár most ezt a megtisztelő elismerést a digitalizációs, illetve informatikai területen dolgozó cégektől ebben az országban. Tehát Székesfehérvár példa, egy ilyen konferencia mennyit segít abban, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak? Gondolok itt elsősorban arra, hogy sok-sok magyar település kövesse Székesfehérvár példáját. Mint minden területén az életnek, a jó példa az tud ragadós lenni, akkor, hogyha arról sokan szereznek tudomást. És ebben nagyon fontos, hogy szakma is tájékozott legyen, hogy van már Magyarországon egy ilyen élményközpont, oktatási központ, hogy van már példa, ahova el lehet jönni, meg lehet nézni a tapasztalatokat, meg lehet ismerni, hiszen nyilván egy másfél év alatt nagyon sok tapasztalat is van, adott esetben lehet a fiatalokkal beszélni, lehet a szakemberekkel beszélni, és így lehet tovább vinni ezt a jó gyakorlatot és megvalósítani. Amiért a társadalom elhangzott, Cserpakovics András Magyarország polgármesterei közül elsőként karolta fel a digitális oktatás ügyét. Támogatásának és munkájának köszönhetően hazánkban elsőként az Alba Innovár Digitális Élményközpontban a fehérvári fiatalok szociális helyzetüktől függetlenül ingyenesen ismerkedhetnek meg a digitális világgal. Kicsit féltem, őszintén megmondva, mert ugye akár bennfentesnek is számítok azzal, hogy én székesfehérvári vagyok, és próbálok elég sokat tenni a szabadidőmbe Székesfehérvárra, és ebbe az Alba Innováros kezdeményezésbe is benne voltam, de valójában ez a dolog nem erről szól. A dolog arról szól, hogy egy városnak a vezetője, az első számú vezetője felismerte a lehetőséget abban, hogy milyen fontos megmutatni a jövőt, ami már nem is annyira jövő, hanem a jelen. A fiatalságnak, de nem csak a fiatalságnak, hanem a felnőtt lakosságnak is, és mindenkinek lehetőséget teremteni, hogy képezze magát. Az, hogy ezt megtudtuk iskolarendszerbe ezt szervezni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, és példamutató az összes városnak, és én tényleg csak azt tudom kívánni az IVS nevével, hogy remélem a többi város is tudja az Innovárnak, illetve polgármester úrnak a mintáját követni, és ők is létre tudnak hozni egy olyan központot, amiben nagyon sokan képezhetik magukat, és ez kettős a dolog, tehát az egyik az, hogy van egy közvetlen képzés, és van egy közvetett hatása is. Mi azt veszük észre, hogy az elmúlt év sikerei során, tehát az, hogy olyan sokan, 5500-5600 fiatal vett részt a különböző képzéseken, hogy kezdenek elszaporodni az általános iskolákba, a gimnáziumokba, a szakiskolákba és a szakközép, vagy a szakgimnáziumokba ezek a típusú képzések, és egy kicsit büszkék is vagyunk, hogy a tanárok is egyre bátrabban fordulnak az Alba Innovárba, és követik ezt a mintát. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, de ez csak az első lépcső, és ahogy a
a köszöntő, vagy pontosabban a bevezető beszédemben mondtam itt a konferencián, hogy minden díjnak, amit itt kiadunk, ugye az az egyik díj, az egyik legjelentősebb díj, ez a digitális oktatás nagykövete, minden díjnak van egy jövőbeli jelentősége is, tehát nem csak azért jár a díj, hogy nyugtázzunk valamit, hogy ez egy sikertörténet volt, és valamit példamutatóan követték, hanem azért is, hogy abba bízunk, hogy ez a jövőbe is valahogy kamatozni fog. És ezt nagyon őszintén én azt gondolom kifejeztük, én is kifejeztem, hogy ez egy befektetés is a részünkről. Én hiszem azt, hogy egy szakma, ez az IKT ágazat, ugye IVS az a ágazati szövetség, bár mi vagyunk a legnagyobb ilyen ágazati szövetség az országban, de akkor is ez egy bizonyos abszolút privát szféra, a zsűri tagjai teljesen független, tiszteletbe álló emberek voltak, itt volt egyetemi professzor, itt volt befektetési bankár, voltak gazdasági újságírók és informatikai újságírók, tehát különböző területről jöttek emberek, és nagyon éles volt a mezőny. Hadd mondjam el, hogy 9 pályázat volt, és ez a díj izzasztotta meg leginkább a zsűrit, mert remek emberek, remek pályázattal szerepeltek, de mégis különböző szempontok alapján a zsűri úgy értékelte, hogy ennek a díjnak ide kell kerülni, Székesfehérvárra kell kerülni, a polgármester urat kell díjazni vele, mert az a siker, ami idáig történt Fehérváron, arra van szüksége az országnak, hogy ő is valami hasonlót tudjon elérni ezen a területen. Ez a díj is bizonyítja, hogy ahogy ön fogalmazott, hogy víziókra szükség van, víziók nélkül nincs jövőkép, és nem is lehet. Ez viszont kell az ön szövetségének, az önök szövetségének a 4 pillére, amely nem különben fontos mindenképpen. Ez a 4 szövetség, illetve a 4 pillér kézenfogva jár ma is, ugye? És ez így lehet sikeres a következő időszakban is. Én azt gondolom, hogy ezeknek a pilléreknek hiába mozog, vagy megy előre az egyik, a másik nem fog működni. Amit Székesfehérváron láthatunk, egy igazi szinergia, egy igazi együttműködés. A város vezetése azt akarja, hogy a város képezze magát oktatásba, okosabb legyen, készüljön fel a jövőre, vegye tudomásul azt, hogy van egy digitalizációs folyamat, van egy automatizációs folyamat. 5 év múlva már csak akkor tudnak a munkahelyeken elhelyezni, hogyha kialakítanak egy képességet magukba. Ugyanezt a vállalatok is látják és támogatják. Tehát nyilvánvalóan a vállalatok megteszik, amit meg kell tenni, hogy iparüzési adó. Befizetik rendesen, meg a különböző adójárókét befizetik, de ennél sokkal több, hogy a Fehérvár nagyvállalatai, de megjegyzem, nem csak a nagyvállalatai, hanem a kisebb vállalatai is felfedezték ebbe a lehetőséget, hogy igazából rajtuk múlik, hogy lesz-e elég munkaerejük 5 év múlva, vagy nem lesz. És ha a közoktatásba idejébe avatkozunk be, és idejébe mondjuk azt, hogy jó pályára irányítjuk a gyerekeinket, akkor sokkal nagyobb eséllyel erősödik, hogy mondjam, ez a fajta ökoszisztéma, ami a város, az ipar és a legfontosabb része az emberek, a lakosság, azok valahogy együtt tudjanak dolgozni, együtt tudjanak működni. A székesfehérvári példa országos szinten is követőkre találhat. Cserpakovics András elmondta, szorgalmazzák, hogy a Modern Városok program keretében a megyei jogú városok is csatlakozzanak digitális élményközpontok létrehozásával a jövőt segítő programhoz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!